A 17. kerületi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium épülete mellé egy speciális gépjármű települt, amely egy héten át végez a helyszínen levegőminőségi méréseket. Mindez része a Kölcsönkapott levegő 2 elnevezésű légszennyezésmérési projektnek, amelyet az Energiaügyi Minisztérium, illetve a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége hívott életre. A projektindító sajtótájékoztató keretében dr. Rajsz Anikó, környezetügyért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkár kiemelte, az Energiaügyi Minisztérium nagy hangsúlyt fektet a környezeti nevelésre és a szemléletformálásra, amelynek érdekében több programot is működtet, illetve támogat, ilyen többek között a TESZED nevű kezdeményezés vagy az ökoiskola pályázat is. Mi már a legkisebbektől kezdjük, minden negyedik gyermek Magyarországon zöld óvodába jár. A Kölcsönkapott levegő egy tavaly indult programunk, és igen, büszkék vagyunk rá, hogy egyetlen év alatt már több ezer gyermeket elértünk, több száz pedagógus segített bennünket, és a civil önkéntesek is munkájukat, erejüket és energiájukat befektették abba, hogy minél többet megmutassanak a fiataloknak, hogy megismerjék ezt a láthatatlan közeget, amely annyira szükséges ahhoz, hogy egészségesen élhessünk ezen a földön. A Kölcsönkapott levegő program keretében a tanulók különböző foglalkozásokon vehettek részt, ahol többek között a tüzelőanyagok helyes megválasztásáról, a közlekedés levegőminőségre gyakorolt hatásáról, illetve a kertekben keletkező zöld hulladék újrahasznosításáról tudhattak meg többet. Dr. Ágoston Csaba, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének elnöke elmondta, a levegőminőség javítása érdekében mindannyian tehetünk valamit, éppen ezért fontos, hogy ezek az információk a fiatalokhoz is minél előbb eljussanak. A jó minőségű levegőt mindannyiunknak közösen kell biztosítani. Talán kevésbé ismert tény, hogy a levegőbe történő terhelő anyag kibocsátásnak egy igen jelentős része köthető a lakossághoz. Erről hajlamosak vagyunk elfeledkezni, mert azt gondoljuk, hogy mi, mint egyén, csak kicsit teszünk, mindenben kicsik vagyunk, a mi tevékenységünk nem hat ki a nagy egészre. Na de sokan vagyunk, és ez a tevékenység, amit mi végzünk, ha nem megfelelően használunk egy tüzelőberendezést, ha nem tartunk megfelelően karban egy gépkocsit, ez és az ebből adódó extrém kibocsátások, ezek bizony mindannyiunk egészségére hatnak. A főváros egyik legzöldebb kerületeként Rákos mentén a bölcsödékben, óvodákban és iskolákban nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos nevelésre, mondta el Dunai Mónika országgyűlési képviselő, aki továbbá kifejtette, szintén kiemelkedő az a tevékenység, amelyet a helyhatóság végez a 17. kerület zöldítése érdekében. Nálunk is él az a szép hagyomány, hogy minden újszülött gyermek kap egy fát, és azt a család elültetheti. Ezt az önkormányzat biztosítja. Sőt, gondoskodunk arról is, hogy a szép számú, csodálatos fáról lehulló lombok, azok ne jelentsenek terhet az itt élőknek. Ezért azt a fajta lombzsákot, amelyben komposztálni lehet, elvinni a lehullott lombokat, ezeket ingyenesen biztosítja az itt élőknek Rákosmente önkormányzata. És szeretném még kiemelni a helyi civil szervezetek munkáját is, hiszen így a civil szervezetek, az önkormányzat, az óvodák, az iskolák, a tankerületi központ közös összefogásával tudunk előrelépni. Kuli Ferenc, a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola igazgatója kiemelte, nagy megtiszteltetés, hogy a tanintézet adhat otthont a Kölcsönkapott levegő projekt megnyitójának, amint továbbá elmondta, örökös ökoiskolaként fontos számukra a környezettudatosság. Környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységeket folytatjuk, ami egy ökoiskola címhez kell, szelektív hulladékgyűjtés, de van egy speciális, talán a úgynevezett kerti parti, ami a nevében egy ilyen szórakozásnak tűnik, de valóságban arról szól, hogy a tanuló, tehát az iskola tanulói, illetve pedagógusai bejönnek egy munkaszüneti napon, például szombaton, és az iskola területét, és az iskola környezetét szépítik. Itt nem csak a szemetet szedik össze, a komposztálandó anyagokat összeszedjük, hanem a fákat is, bokorokat is megmetszük, és ez elég nagy népszerűségnek szokott örvendeni. A légszennyezés mérési és szemléletformálási projekt egy héten át országszerte 10 helyszínen, 10 oktatási intézményben valósul meg.